hűtlen kezelés miatt tett feljelentést Polt Péternél Tóth Bertalan. Az MSZP frakció vezetője egy bő 10 évvel ezelőtti ügy miatt fordult a legfőbb ügyészhez. 2012-ben ugyanis az akkori FHB bank által kibocsájtott 30 milliárd forintnyi kötvényt az állam vette meg, ami tiltott állami támogatásnak minősül. Tóth Bertalant kérdezzük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez egy elég réginek tűnő történet, már eltelt egy évtized. Egyértelműen felvetődik a kérdés, hogy miért most foglalkozom ezzel az üggyel. Nyilván. Azért, mert 10 évre titkosították ennek az ügynek a részleteit. Szemben a többi üggyel, amit sokszor 30 meg 50 évre? Igen. Most ez a 10 év lejárt. Azt lehet mondani, hogy elővigyázatlanok voltak? Itt igyekszem optimista lenni, de most, hogy így mondta, hogy mennyi mindent titkosítottak 30 és 50 év múlva, vagy 50 évre, és majd hogy derül el a fény, ezt az ügyet 10 évre titkosították, amely szeptemberben járt le. Vajon mi indokolta ennek a titkosítását? Hát a megkapott papír alapján számomra teljesen egyértelmű, hogy egy olyan, egy piaci szereplő az FHB és az állam között egy olyan ügylet bonyolódott, ami hát nem csak a tiltott állami támogatás szabályrendszerét sérti, hanem a büntető törvénykönyvet. Számításaim szerint több milliárdos kár érte akkor 2012-ben a magyar államot, ezt a magyar adófizetők fizették ki, és megmentette egy olyan bankot, ami akkor 2012-ben igen nagy bajban volt, még Sztárbanknak minősült, Spéder Zoltán volt a vezetője, abban az időszakban még Simicska Lajosnak hívták, Mészáros Lőrincet, Németh Lászlóné volt a miniszter, és egy olyan ügyletet bonyolítottak, amiben az FHB jól járta, az állam pedig nem. Ezt 10 évre titkosították, a tulajdonosi határozatból legalábbis az derül ki, hogy egy rosszabb minőségű kötvényt cseréltek el egy olyan kötvénycsomagra, ami pedig a magánnyugdíj pénztárban lévő kötvénycsomag volt, FHB-s kötvénycsomag, ami sokkal jobb kondíciókkal rendelkezett. Vajon a hazai nyomozóhatóságoktól féltek, vagy az Európai Bizottságtól, amikor titkosították? Szerintem mind a kettő benne lehetett a pakliban, de ahogy említettem, ugye az másik érdekes, hogy szeptemberben járt le a 10 év. Nálunk van egy ilyen kis számláló, ami mindig jelzi, hogyha lejár valamilyen titkosítás. Ez most lejárt. Hány ügy van beállítva elég, így? Elég sok titkosított ügy van még. Minden esetre én azonnal adatigényléssel fordultam a minisztériumhoz, hogy megtudjam akkor, hogy ez a volt titkos irat, ezt meg tudom megkapni. És láss csodát, háborús veszélyhelyzetre való hivatkozással el is hoztam magammal. Ez a hosszú, ez a feljelentés, de itt van nálam 2 oldal, ez a tulajdonosi határozat, amit többszöri meghosszabbítás és háborús veszélyhelyzetre való hivatkozás után tudtam megkapni, több mint 2,5-3 hónap múlva. Vajon a titkárnőt milyen háborús félelem akadályozta abban, hogy fénymásoljon? Hát annyira leterelt a minisztérium a háborús veszélyhelyzetből, hogy ezt a 2 oldalt nem tudták beszkennelni és elküldeni számomra e-mailen. Ugye ez azért érdekes, mert bár én állítom, és a feljelentést is azért nyújtottam, hogy 2012 és 16 között volt ügylet ezzel a ominózus kriminalizált kötvénnyel kapcsolatban, tehát megszakította az elévülést, de van egy olyan sandagyanom, hogy azért itt ebben közrejátszott az is, hogy ugye ennek a bűncselekménynek az elévülése is ez a 10 éves időtartam utánra esik, ahogy én megkaptam, tehát meglátjuk, hogy az ügyészség milyen hivatkozással. Az elévülési szabályok ugye úgy vannak, hogy 5 év vagy annyi, amennyi a büntetési tétel. Így van, hát ennek ez a 10 éves a maximális. Akkor lehetséges, hogy most erre azt fogja mondani Polt Péter, hogy sajnos lejárt? Könnyen elképzelhető, hogy erre utalt a háborús veszélyhelyzetre való hivatkozás, hogy ezt minél később kaphassa meg ezt a dokumentumot. Ugye ez a láncszem hiányzott ahhoz, hogy meglegyen a bizonyíték arra, hogy itt bizony bűncselekmény alapos gyanúja felmerül, és azért, hogyha kicsit visszamegyünk, és tényleg régen volt, mert 2016-ban indult nyomozás az FHB-val kapcsolatban, ugye amikor Spéder Zoltán kiesett a Pixisből, nem tudom, a kedves nézők mennyire emlékeznek erre az időszakra, amikor elvettek tőle mindent, az Indexet,
az indexet kiadó vállalatot, az FHB részvételt, mindent elvettek tőle, és hát elég komoly nyomást helyezett az akkori állam a NAV nyomozókon keresztül, hogy hát itt bizony milyen csúnya dolgok történtek, akár ezzel a kötvénykibocsátással kapcsolatban, aztán ez elhalt. Tehát ebben aztán semmilyen büntetőjogi intézkedés nem történt. Ha jól tudom, akkor bírósági szakaszba se jutott el ez a nyomozás. Hát most meglátjuk, hogy a legfőbb ügyész mit fog tenni ezzel a feljelentéssel. Az Európai Unióban ez hogyan van? Tehát például az, hogyha az Európai Bizottság most megismerve ezt a dokumentumot adott esetben, nem tudom, eljutatja-e hozzájuk. Kérdésekkel fordul a kormány, az arra is válasz az, hogy a 10 éve volt, uraim, hogy mit akarnak még? Ezt most nem tudom ennek pontosan megmondani, nem néztem még utána, de jól felhívta rá a figyelmemet, hogy na, a tiltott állami támogatásnak milyen elévülési ideje van. Én nagyon gyorsan szerettem volna ezt a feljelentést most megtenni, hogy elinduljon a nyomozás, mert ugye nagyon sok olyan erkölcsileg nagyon felháborító dolog történt ebben, ami a magánnyugdíjpénztárak lenyúlásával kapcsolatos. A Heinrich Pecina is megjelenik, mint az egyik kötvénynek a lejegyzője. Ő az az osztrák polgárember, aki bezárta a Népszabadságot, hirtelen ötlettől vezényelve. Itt tulajdonképpen ez is egy olyan ügy, ami teljes mértékben bemutatja, hogy a Fidesz hogy eltette rabul már 2012-ben a magyar államot, hogy minisztérium hogy dolgozik egy privátbank érdekében, hogy mennyire nem számít a közpénz, hogyha egy havert kell, vagy egy haveri bankot kell megmenteni. Ugye abban az időben még az FHB lett kiszemelve arra, hogy az LNOTP-t majd annak a bázisán fogják majd megépíteni. Jelzem, hogy most ez a bank, ezt takarékbanknak hívják, és Mészáros Lőrinc tulajdonában van már, tehát a tulajdonos csere megtörtént. Minden esetre itt komoly kár érte a magyar adófizetőket. De ha már nem tudta a dokumentumot ilyen hosszan megszerezni, mert ugye veszélyhelyzet van. Most, hogy lesz parlamenti ülés, nem kérdezik meg újra a kormánytól, voltak éppen miféle veszélyhelyzetre hivatkozva rendeleti kormányzás? Meg fogjuk kérdezni. Mert hogy ez egészen furcsa, hogy gyakorlatilag a Covid kitörése óta valamilyen veszélyhelyzet mindig van. Most az adatigénésben azért történt egy elég komoly változás az Európai Bizottság nyomására, ugye, hogy akkor kap Magyarország bizonyos támogatásokat az Európai Unióból, ha a jogállamiságnak bizonyos intézményét helyreállítják. Tehát most már az adatigénylés lerövidült, a bírói eljárási szak is nagyon szoros határidőkbe el kell indítani, és van is már olyan ügy, amiben ezt megpróbálom, hogy most már az új eljárásrendben ez milyen gyorsasággal tud működni. Akkor majd számoljon be róla, hogy milyen sikerrel járt. Tóth Bertalan, az MSZP frakció vezetője, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.